A múlt bilincs vagy kilincs. Az egyes országok történelme nagyon is eltérő képet mutat egy és ugyanazon eseményről. Ugyanaz az esemény másképpen fest belülről, mint kívülről. A román történészekre vár a feladat, hogy egyeztessék történelem szemléletüket a szomszédos országokkal, köztük a magyar féllel. Különben azt a benyomást keltik, hogy fújják a magukét, mint egy rosszul hangolt zenekar, amelyben a zenészek külön kottából játszanak. Nemrég, augusztus 23-a még piros betűs, román nemzeti ünnep volt, amit azóta töröltek a naptárból, hiszen az ünnep háttere az, hogy Románia cserben hagyta szövetségesét Németországot, és átállt az oroszok oldalára. Magyarország 160 évig tartó megszállásáról a török iskolai tankönyvekben többek között ez áll. Testvérnép vagyunk, a török hadsereg magyarországi tartózkodása alkalmú szolgált, hogy a két nép jobban megismerje egymást. A törökök a magyarokkal tartották a rokonságot, ami azzal is bizonyítható, hogy a szultán Rákóci Ferencnek, a bujdosók vezérének menedékjogot adott. A festők is megirigyelhetnék egy-egy ilyen esemény átfestését. Szerencse viszont, hogy a történetírás a festményt restaurálja, és az eredeti kép előbb-utóbb megjelenik. A történelmi Magyarországon élő nemzetiségek a letűnt századok folyamán Sokszor elégedetlenek voltak, sorsuk jobbra fordulását követelték. Alig ha van kisebbség a világon, amely elégedetlenne sorsával, ne törekedne függetlenségre, teljes szabadságra. Ideális kisebbségi állapot csak a mesében van. Ma jakab elekre emlékezünk. Aki 1846-ban több tanulmányban is elemezte a románok helyzetét, igényeit. A múltba tekintett. A múlt tapasztalataiból kiindulva kereste az együtt élő népek kibontakozásának lehetőségeit. Hosszú, tárgyilagos tudósításokat közölt a balásfalvi eseményekről, a román nemzeti ébredés időszakában. A jeles történész 63 éves korában így ír egészségi állapotáról. Folyvást rosszul vagyok. Most sem bírom a tollat. Reszketnek a lábaim. Minden idegzetem lazul, s omlik szét. Úgy látszik, Gyökeresen megingott egészségem. Betegen mégis megírta monumentális művét, Kolozsvár történetét. Szent István a fiához intézett intelmekben olyan kisebbségekre, jövevényekre vonatkozó, humánus elveket fogalmazott meg, amelyek a modern, jól működő demokráciák számára is példaértékűek. A történelmi Magyarország kisebbségei nem voltak elégedettek a sorsukkal, de fennmaradásuk, fejlődésük soha nem forgott veszélyben. A Trianoni átrendezésben álmuk valóra vált. Függetlenek lettek, szuverén országokat alapítottak. Most rajtuk lenne a sor, hogy elfogadható feltételeket teremtsenek a magyar kisebbség számára. Biztosítsák azokat a jogvédő kereteket, amelyeket ők a Szent Istváni Magyarországban magukénak tudhattak hogy hol tartunk ma, azt az elmúlt évtizedek tükrében tisztán láthatjuk. Felvidéken a magyar állampolgárságot kérelmező magyarokat a szlovák állampolgárságtól megfosztották. Egy szoboravatási ünnepségre igyekvő, a Dunahídon áthaladó magyar államfőnek az országhatáron történő visszafordítása diplomáciai botrány, a magyar állam megalázása. Az Európai Unió emberi jogokat szajkózó politikusai az erdélyi magyarság jeremi már nem is figyelnek. Azokat az ország belügyének tekintik. És mire lehet számítani? Ha még egy tusványosi beszéd is kiveri a román államgépezet biztosítékát, és a politikusok azt mérlegelik, nem lenne-e indokolt a magyar miniszterelnököt nem kívánt személynek nyilvánítani, és beutazását megakadályozni? Az Egyes Nemzetek Sajátságai mellett Európának közös keresztény kultúrája is van. Európa népei sok nyelvet beszélnek, de közös szellemi értékek hordozói. A kultúra összekapcsolja őket. Az egyházszakadás és a polgárháborúk sem tudták a kulturális egységet felszámolni. Európa népei csigalassúsággal közelednek egymáshoz, annak ellenére, hogy a határok átjárhatóvá váltak. Politikusaink sokszor hangoztatták, Bukarest számára Budapesten halad át az Európába vezető út. És mégis, a két ország kapcsolatát a véget nem érő húzavona jellemzi. Őseink olyan hazát választottak, ahol évszázadokon át világhatalmak küzdöttek egymással. A középkor utolsó századaiban itt ütköztek a bizánci és nyugati császárság érdekei, az újabb korban pedig a török és a Habsburg hatalom vívott élethalál küzdelmet. A nemzeti tragédiák, az igricek, regősök dalaiban, a kuruc idők tárogatóinak bús melódiáiban visszhangzanak. E dalokban a nemzet lelke szól, a kor történelme belőlük nyomon követhető. Jeremiás síralom éneke szerint amikor a zsidók Sion pusztulására emlékeztek Babilónia folyóinál, hangszereiket a fűzfákra akasztották. Nem fakadt dal ajkukon az elszenvedett vereség miatt. A nemzet dalnokai, költői, írói, szellemi vezérei ne ezt tegyék. A sorscsapások után is Hirdessék a feltámadást!